Szervusztok, szép jó estét kívánok mindenkinek, ez az Ez így oké, és bár nem szokásom, de most minősítem az adást már rögtön itt az elején, tudom, ez nagy bátorságra val, de azt elmondhatom, hogy a mai adás biztos, hogy egy király adás lesz. Ez annak köszönhető, hogy itt van velem Király Linda és Király Viktor. Szervusztok! Viszont a témánk, amiről beszélgetni fogunk, hát elhagyjuk a stúdiót, sőt nem csak a stúdiót hagyjuk el, az országot, a kontinenst is, és áthajózzunk Amerikába, hogy kiderítsük azt, hogy ebből az amerikai álomból, amit annyira szoktunk mondani, és hogy a lehetőségek földje, ez mennyire igaz, vagy mennyire a távolság teszi azzá, és azt gondolom, hogy nagyon jó két alany vagytok erre, mert hogy ti maximálisan belevetettétek magatokat Amerikába, éltetek is ott, dolgoztatok is ott, születtetek is ott. Lehet más tenni Amerikában? Igen, hogy kezdjünk is bele akkor rögtön, szerintem csapjunk bele. Azt gondolom, hogy ez az amerikai álom egy régóta fennálló elképzelés, nagyon sokan gondolják azt, hogy ami itthon nem működik, vagy mondjuk nem sikerül nekem, felülök egy repülőre, elrepülök Amerikába, leszállok, na és akkor onnantól kezdődik minden. És már világsztár leszek, de ha nem is feltétlenül mondjuk, mint színész, énekes megyek ki, akkor is be fogok futni, mint autószerelő, mert én leszek a legjobb autószerelő, és ott akkor a műhelyeim lesznek, ami itthon soha nem lehet. Én kezdjem? Bár szerintem a nevetés már mindent elmondott. Hát igen, én szerintem ez, nem hiába mondják azt, hogy amerikai álom, mert ez nagyon sokszor csak egy álom. És nem akarok már rögtön ilyen szkeptikus lenni, vagy pessimista, de én szerintem sokkal inkább akkor volt igaz ez a mondás, amikor volt ez a hatalmas immigráció, vagy ez migráció ki Amerikába, 20-as évek, 30-as évek, sőt, szerintem akkor tetőzött, amikor 50-es évek volt. Akkor azt úgy is hívták, hogy az aranykor ugye Amerikának. Ez akkor volt nagyon igaz, ez a mondat, és tényleg azok, akik immigráltak, vagy emigráltak ki Amerikába, azok pont olyan szituációkban voltak itt Európában, ahol vagy menekültek esetleg háborúból, vagy olyan szegény sorsú helyzetekből, hogy úgy gondoltátok, hogy ez egyetlen megoldás, egy új életet kezdeni, ami egyébként nagyban igaz is volt. Igen. Szóval megvolt az a lehetőség, az a platform, hogy más szabályokkal játszani. Ugye? És egy szabad ország, egy demokratikus ország, és akkor így megvolt mindenkinek a lehetősége. Ez szerintem már nem annyira így van. Persze vannak pozitív oldalok, de ugyanolyan nehéz bárhol a világon. Igen, nagyon, igen, tehát hogy nagyon-nagyon könnyű, meg egyszerű azt így belegondolni, hogy elmegyek valahova messzi távolba, és akkor hirtelen egy perc alatt mindenki mindent meg tud csinálni. Nyilván sok-sok lehetőség van kint, ez így van, viszont nagyon sokan is vannak, és nagyon nagy az ország. Tehát borzasztó nehéz tud lenni, bármi is legyen az az álom. Sokkal erősebb a konkurencia. Így van, sokkal erősebb a konkurencia, és ez nem csak feltétlenül most zene, vagy színészet, vagy nem, hanem bizniszt csinálni, hanem bármi. Tehát, hogy oké, persze, ott van a lehetőség, viszont tényleg nagyon nehéz. Tehát ez nem egy sokkal drágább az élet. Sokkal drágább az élet is kint. Szóval nincs azok az előnyök, mint nagyon sok európai országban az, hogy ez teljesen már nem is meglepő számunkra, hogy ingyen van az orvosi ellátás, vagy olyan előnyökhez jutnak az átlag európai ember, ami egy amerikainak az luxus. Igen, számít. Ez így van. Térjünk egy picit vissza. Ha megnézzük a 20-as, 30-as éveket, mondjuk akkor nagyon sok ugye magyar ment ki Amerikába, és főleg Los Angeles környékén, mert ugye azt tudták mondani, hogy hát abban, hogy Hollywood megalakul, az magyar, persze, abban azért nekünk komoly szerepünk van. És akkor azt lehet mondani, hogy persze, mert ott alapvetően volt egy hiány, hisz szakemberek még nem voltak, ez egy teljesen új műfaj volt, és nagyon sok európai szakember akkor fogta magát és átköltözött, tehát volt hely, ahol elkezdjenek dolgozni. De ha ugrunk egyet, akkor viszont már az van, hogy mondjuk vegyünk 50 évet, 80-as évek, valahol azt már nem érzem, és nem is érzem azt, hogy mondjuk az emigrált magyarok gyermekei közül tudnánk azt mondani, hogy na hát ez egy nagy színész lett, ő egy nagy énekesnő lett. Olyat tudunk mondani, akiből egy nagyon híres kutató lett, vagy egy jó jogász lett belőle, de mondjuk a művészeti életben inkább a háttérmunkások között találunk, és inkább az első generációs kivándorlók között találunk, vagy második magyarokat. Mi a történet? Bezár Amerika egy bizonyos ponton? Tehát, hogy amikor éppen neki nincs szüksége arra, hogy szakemberek érkezzenek, akkor azért ők is összezárnak, és azt mondják, hogy
Nem jó, hát ez még nem a mi fiunk barja. Nem hiszem, hogy bezárnak, hanem pont arról van szó, amit te mondtál az előbb, hogy a 20-as, 30-as években, amikor még egy hiány volt ugye a szakmában, akkor a magyarok nagyon szépen kihasználták ezt a szituációt is, és rögtön el tudták helyezkedni azon a területen. Így van. Most már nincs hiány. Igen, és olyan konkurencia van, hogy egyszerűen tényleg egy nagyon nagy adag szerencse kell. Tehát, igen, hogy itt már nem arról van szó, most vegyük akkor az éneklés, hogy valaki kőkeményen dolgozik, nagyon tehetséges, még kapott is egy lehetőséget, akkor sincs. Tehát, hogy akkor is borzasztó sok szerencse meg pénz kell ahhoz, hogy valaki ki tudjon tűnni egy ekkora országban. Amit olyan magyar színészektől hallunk, akik kimentek az elmúlt években Amerikába, akkor mindig azt mondják, hogy ugye egy nagyon nagy hátrány az, hogy igazán nem beszélik jól az angolt, vagy hogyha jól beszélik is az angolt, az akcentusuk, a kiejtésük olyan, hogy egyszerűen nagyon korlátozza őket, hogy mit tudnak eljátszani. Ez veletek nem áll fönt, azt gondolom. Nem. Ti tökéletesen beszéltek az amerikai akcentust is, tehát nem csak, hogy angolul beszéltek. Ez egy előnyt jelent, ezt elvárják, hogy ott, ha kiérsz, akkor te úgy beszéljél, ahogy beszélni kell. Ebből lehet egy dili, vagy ez tényleg egy ilyen hihetetlen probléma, hogy ha ezt nem tudod megoldani. Most ez attól függ, hogy milyen szakmáról beszélünk. Tehát, hogy nyilván, hogy a színészetről van szó, akkor azt úgy hívják, hogy typecasting, tehát, hogy van egy bizonyos karakter, amit el lehet játszani egy ilyen típusú akcentussal. Ez másképp nem is lehet, tehát, hogy ez így működik, és ugyanez van a popzenében. Hogyha neked akcentusod van, és énekes akarsz lenni, akkor ki kell találni valami extrát, amiben belehozod a te kultúrádat, amitől most majd jobban elfogadják azt az akcentust. Egy sima, szintiszta popzenébe, ott azért szépen kell. Tegyük hozzá, hogy vannak szexi akcentusok, és nem annyira szexi akcentusok. Igen, nem annyira szexi. Brit akcentusért megőrülnek az amerikaiak. Megőrülnek, illetve hogyha latin vérű vagy, spanyol vagyok, igen, azt imádják. Azt imádják, az elfogadható. Az, hogy van egy kis kiejtésed, ami más, mint a tipikus amerikai, az még szexinek találják, vagy egy olasz, vagy ilyesmi. Valljuk be őszintén azért, amikor mondjuk hallunk egy, nem tudom, egy magyar, vagy a környező országunkból valami szláv akcentus, ez nem annyira szexi. De mondjuk nektek ezzel nem kellett megküzdeni, hogy itt azt mondják, hogy itt a magyar akcentust hozzá. Nem, nekünk a magyarral kellett megküzdeni, de nagyon. Tök érdekes, mert amikor ugye azt gondoljuk, hogy az előny, hogy nincs nekünk úgymond magyar akcentusunk angolul, csak fordítva, angol akcentusunk magyarul, hogy például amikor a Voice-ba voltam kint Amerikában, akkor ugye ők úgy alakították az egész sztorimat, tudod, hogy ne titkolható legyen az a magyarság, hanem pont az, hogy kiemelték és domborolni akarták, hogy ez milyen érdekes történet, hogy itt született Amerikába, aztán elköltözött Magyarországra, most hazajött egy picit ugye Amerikába, és így próbál, szóval az egész image-et így építették fel, ami egyébként hozzáteszem, az én mindkét hazaszeretetem miatt ez nagyon pozitív élmény volt, de a verseny szempontjából nem pont volt. Ellenkező volt, szóval pont egy hátrány volt, mert ugye nem akartak, ők akartak egy ilyen sikertörténetet, egy mondjuk egy szegény sorsú csávó Kentucky-ból, aki felnőtt és amerikai, és itt is él, és akkor inkább az nyerje meg ezeket a dolgokat, az jusson előre, szóval ez egy érdekes történet. Nálunk is így van. Tehát így van. Nézzük, egy ilyen válogatott, nálunk is megvannak ezek a keretsztorik. Hát jó, ez jó tévé, azért mégis csak tévéműsorról van szó. Hát nálam is ugyanez volt, amikor aláírtam a lemezszerződésemet a Universalnál kint, és ugye úgy érkeztem meg, hogy Magyarországról jött ez a lány, és beérkeztem, és meg leültem beszélgetni a főnökkel, még mielőtt ott énekeltem volna. És neki teljesen az volt a kép, hogy én bejövök, és én hatalmas akcentussal elkezdek beszélgetni velük. És ráadásul, amikor te aláírtál az univerzek, azt mondom, 3 évet éltél Magyarországon? Max 3 évet, és akkor bementem, és így, hey, how you doing? És azt mondja, ja, hogy te ilyen full New York-i vagy, úgyhogy... Úgyhogy nagyon szerették, tehát hogy imádják azt, hogy valakinek van egy háttere, egy kultúrája, de viszont tök nagy előny, hogyha tényleg jól beszélünk. Úgyhogy igen, más. És akkor mi a buktató? Tökéletesen beszéltek amerikai akcentussal angolul, megvoltak a lehetőségek, ott volt a Voice, most ez lehet, hogy azt mondod, hogy te rosszul lettél felépítve, és azt gondolom, hogy az tényleg nagyon sokat lehet elkaszálni vele, hogyha hát ők egy más... Igen. Más irányba vitték el a sztorimat. Mint ők el. De hogy remekel alkotókkal dolgoztál kint. Mi a nehézsége? Tehát azt mondod, hogy mi az, ami... Sok minden. Ez egy nagyon-nagyon összetett dolog. Ugye nálam azért
elég kemény volt az nekem is feldolgozni, hogy konkrétan mindenkinek a szeme előtt történik minden, és mindenki már az a nyomás, hogy na, mikor lesz a világsztár, mikor lesz a világsztár. Közben az emberek nem tudják azt, hogy éveken keresztül az emberek a háttérben mennyit dolgoznak, hány buktató volt. A Lady Gaga-val is egy dolgoztam együtt, akkor még Stephanie Germanara volt, és egy ilyen zeneszerzői... Germanara, you know? És ilyen zeneszerzői, nem tudom, és egy szobába raktak minket, és elkezdtünk írni, Daló zseniálisan tehetséges volt, de már ott mondta nekem, hogy hát figyelj, kezdek belefáradni, kiadtam egy lemezt, nem lett semmi belőle, és két évre rá hatalmas világsztár lett belőle. Tehát nem lehet tudni, ez nagyon nagy adag szerencse. Nekem sajnos a háttérben hiába volt az, hogy Universal-al írtam alá, Rodney Jerkins, mindenkivel dolgoztam, aki él és mozog, az Eric Benevo volt egy kétszeres Grammy-díjra nevezett dalunk, tehát hogy Amy Winehouse, hogy turnéztunk, tehát hogy nagyon sok minden volt, viszont nekem volt egy menedzsmentem, aki ott hátul nagyon sok csúnya dolgot csinált, és nekem ezért alakult másképp. Ezt nem lehet tudni. Azért nem lehet ezt nagyon sokan elmondják Amerikával kapcsolatban, hogy ott bekerülsz egy gépezetbe, és egy eszköz leszel, egy bögre leszel így az asztalon, termék. Amit el kell adni, egy termék. És ők majd kitalálják, így hogy van. Hogy adjuk el ezt a bögrét, és nagyon kevés beleszólást engednek neked abban, hogy te beleszóljál, hogy de én szeretném, ha itt lenne a fülemben. Igen, de hát egyébként minden generáció más, azt tudom, hogy ugyanaz a generáció vagyunk, mert egy év különbség van köztünk. Igen, de, csak mégis más. Más, mert te sokkal előbb kezdted el. Ugye abban az időben is, és senki ne értse félre, nem azt mondom, hogy az egyik generációs könnyebb volt, mint a másik, hanem én azt láttam, hogy Linda még abba a generációba tartozott, ahol a lemezkiadók felépíteni akart egy énekest. Így van. Ez már nem így van. Az én generációban ez nem így van. Azt akarják, hogy már kész legyél. Már kész. Már legyen albumod, sikeres, legyen imidzsed, legyen nem tudom hány követőd a social médiában, stb. És csak utána foglalkoznak vele. Így van. Tudod? Teljesen más. És tehát most már azt nézik, mondjuk mit tudom én, hogy a TikTokon neked van 3 millió követőd, megnézik, hogy milyen produkcióid vannak, és azt mondják, hogy na akkor most őt leszel. Igen. Aha, és amikor, ő már egy kész. Ez így van, és amikor én aláírtam, akkor szép lány, énekesnő, jól énekel, mi megcsináljuk, és akkor már mindenki hát akarta kérni. Ez a tipikus. Kisztirágolára időszak, amikor felépítettek egy énekesnőt. Hát, meg fiúbandát, meg milyen fölépítettek, amit föl lehetett építeni. Szóval ez egy érdekes dolog, és azt hozzáteszem, szerintem a legfőbb oka az, hogy mondjuk valakinek nem úgy sikerül mondjuk az amerikai karrierre, ahogy akarja, ez szimplán azért, mert ha nem vagy ott 100%-osan, akkor nem fog működni. De akkor ezek szerint azt mondhatom azt, hogy ha most én amerikai karrierre vágynék, akkor alapvetően nem is kell kiutaznom Amerikába. De kell, hanem, ezt mondom. Hogy nem, hanem hogy mondjuk itthonról elkezdek felépíteni egy angol nyelvű, annyira erős, amire azt mondják, hogy már Amerikából is rálájkolnak. Gyere ide, és akkor ők azt mondják, hogy hoppá, ki ez a gyerek, Kelet-Európából hívjuk ki, mert hogy ennek... Igen, de amikor már kint vagyok, ott is kell maradni. Szóval itt ez a különbség. Én azt éreztem, amikor a Voice-ba voltam kint, hogy nagyon... Pont visszajött amilyenek vagyunk, ugye kicsit ez a bipolár hangulat, ugye két országból vagyunk otthonosak, és ide-oda húz a szívünk sokszor. És pont a Voice-ban azt éreztem azt a nyomást, hogy igen, ha akarok itt, Amerikában valamit, akkor nem itt is kell maradni. De akkor mi van a magyarországi karrierem? Akkor hogyan tudom azt fenntartani? És ez a kettős érzet bennem egy ilyen nagyon ilyen hintázó hangulat volt, és ezért hol sokat voltam Amerikában, de aztán visszajöttem itt csinálni egy tévéműsort, aztán visszamentem, és egy idő után az ember rájön arra, hogy muszáj dönteni. Mert hogy sehol se vagy igazán. Mert akkor sehol, két pad alá csúszoltad. És ezért én döntöttem, hogy azért mégis nekem erősebb itt az itthoni karrierem, és nagyon-nagyon sok év kellene ahhoz, hogy mondjuk egy amerikai karriert nullából felépíteni, és ez a lényeg, és amikor az ember már egy kicsit felnőtt fejjel gondolkozik, és nem 19 évesen, akkor azért egy kicsit reálisan is kell gondolkozni. Ugye ezt én itt megélek, ott még nem, ott csak költeném a pénzt, amit igen. Éreztem Manhattani lakásukban. Súly, borzasztó, hogy tényleg egy ilyen, na, ekkora szobában élsz $3000 avonta. 3005? Ez igaz. 3005? Egy lyukba? Ez, és azt hiszem, hogy erről feledkeznek meg sokan, nem? Igen. Akik elindulnak kifele. Igen. Hogy valahol azt gondolják, hogy ez egy sokkal hamarabb végigmenő folyamat lesz. Tehát azt mondja, hogy most van egy pici tartalékom, kimegyek, persze
idézőesen mondom, hogy nyomorgok ott a 22 négyzetméteren, de erre egy fél évet adok neki, és én fél év múlva már nem a 22-ben, hanem a 222-ben. Igen, mert ez a hollywoodi filmes verzió, csak hát ez nem így működik. Tehát, igen, hogy... vannak emberek, akinek igen. Szóval ez van, akinek szerencsé, de én úgy állok hozzá, hogy az, annak az embernek, akinek sikerül, az igazából bárhol a világon is sikerülne. Szóval ez nem országhoz függő, hanem ez az embernek a mentalitása. Ő annyira egy erős, előre menő ember, hogy ez bárhol megcsinálná a világon. Jó, nem bárhol, de azért. Mennyire számítanak a kapcsolatok? Nagyon, nagyon, nagyon. Az a fő. Hogyne, persze. Abszolút számítanak, sőt. És ezért van az, hogy én semmit nem bánok, amit eddig megéltem kint, mert számtalan zseniális kapcsolatom lett ebből, amit később fel is tudtunk használni. Úgyhogy, úgyhogy ezek tök jó dolgok, semmi sem véletlen, hiszem azt, meg még ráadásul én azért nagyon-nagyon belecseppentem így a mélyvízbe, és amiket én láttam úgy magam körül ebben a pop szakmában, ez kicsit ijesztő volt egy fiatal lánynak, aki egyedül van kint. Úgyhogy azt is hiszem, hogy lehet, hogy valamilyen szinten védett voltam, hogy ne ijedjek meg annyira, mert tényleg gondolhatod, hogy a Amy Winehouse, amiket láttam, azért igen. Borzasztó nagy tehetség, úgyhogy kár. Hát igen, de hogy valahol őt is ez a szakma őrölte be. Tehát nem lehet azt mondani, de pont hogy, erről van szó, hogy, igen. Hogy egyszerűen bedarálta, mert igen. Hogy nincs tekintettel arra, hogy most igen. Lehet, hogy meg kéne állni, hogy, igen. Hogy most meg kéne egy picit más. Hát igen, csinálni. Meg a többieknek, akik ugye körülöttek voltak, nekik az volt a lényeg, hogy menjen, csinálja, keresse a pénzt. Mennyire érzitek azt, én nekem állandóan az a benyomásom, hogy amikor Amerikáról beszélnek itthon, akkor alapvetően nem beszélnek összvisz. Két-három városról. Igen. Tehát, hogy a két partról beszélünk, igen. Los Angeles, New York, és Miami. És Miami, és aztán, ami közte van, az, mit volt, nem is lenne. Nem is létezik. Pedig... Hát, de nem csak az európai gondolkozik, nagyon sok amerikai is így gondolkozik. Igen, szóval persze. Nagy, ugye vannak van Párizs. Nem csak úgy mondom, Amerikán belül, ja, szóval igen. Vannak a nagy modern városok, Los Angeles, New York, igen. Miami, Chicago. De kérdezem, hogy és egyébként szerintetek egy amerikainak, Amerika közepéről sztárrá válni, az körülbelül ugyanolyan nehéz, mint hogy a Magyarországra jövő? Igen, persze, abszolút. Borzasztó nehéz. Nagyon sok tehetséges ember van. Nagyon. Hát amikor, ha csak New York metrójába elmész, Subway, bocsánat, nem metró, akkor minden második ilyen utcaérekes úgy énekel. Úgy énekel, hogy tényleg hihetetlen. Hihetetlen. És még... úgy zenének, és, úgy, hát igen. És a stíl is megvan. Szóval ez is nagyon fontos, hogy nem is kell nagyon stylist az egész ember. Megvan az egész. Megvan a stíl. Igen, én jó pár évig éltem Nashville-ben, és hát ott olyan tehetségek vannak ott, hogy ez valami felháborító. Úgyhogy igen, azért nagy ott a nyomás meg a verseny. Nagy. És ez mindenre igaz? Tehát, hogy most, ha azért gondolom, ti rájelettetek erre, hogyha én most nem a művészeti pályán akarok elhelyezkedni, hanem nem tudom. Ez mindenre igaz. Ha fogorvos akarok lenni, akkor is. Minden igaz. Országból, tehát a világ minden pontjáról a legjobbak a saját szakmájukban ki akarnak menni valamit csinálni magukból. Úgyhogy tényleg a legjobbak vannak ott. Meg ezért, sokszor. Én nem értem Közép-Amerikában, szóval nem tudom, hogy milyen ott pontosan a mentalitás, meg akkora távok vannak, hogy tényleg, mintha egy másik ország lenne. És egyébként nagyon sok állam így is tekintik magukat. Igen, totál különálló. Külön entitások, tudod, mint egy, érted, nem lehet összehasonlítani egy New Yorkit egy Texasival. Egyszerűen nem lehet összehasonlítani. De a New Yorkban, ami... Más az akcentusuk, tehát teljesen másképp beszélnek. Más, New Yorkban, ami szintén elmagyaráz ezt a különbséget, a mentalitást, ami engem egy picit úgy frusztrált, mert én egy más hangulatú ember vagyok, én nem vagyok az a nagyon... Én ezt a fogalmat, azt, hogy a patkányverseny, a rat race, én ezt nem bírom. Én szeretek magammal ellenni, az én saját tempómmal. Kis nyugiban. De hát ott, ami New Yorkban van, ez a verseny. Ez a killer be killed. The survival of the fittest. Na, ez a legerősebb győz. És ez a mentalitás az a mindennapokban és minden szakmában. És mindenki fut, tehát nincs nyugalom. És agresszívak. És igen. Akkor fogadjuk össze. Tehát, hogy a metróba is úgy énekelnek, hogy akár Grammy-t kaphatnának. A stílus is megvan, a hangszeres is. Oké. Akkor mi kell ahhoz, hogy befusson? Kapcsolatok. Kapcsolatok, hozzáállás, pénz. Szerencse. És agresszivitás, az erős motiváció, hogy én most mindenkit le fogok tarolni. Igen. Mert hogy mondtad, hogy Nashville-ben is fantasztikus tehetségekkel dolgoztál, és akkor az ember azon gondolkodik, hogy jó, oké, akkor ők miért nem futnak be úgy, hogy... Hát mert van, aki jobban akarja, és jobban nyomja, és jobban könyököl, és jobban... Hát a számok mások, hát gondoljuk bele a Voice-ba, 50 000 ember jelentkezett. 50 000 ember, igen.
És abból az 50 ezerből ráteszem a kezemet a tűzbe, hogy több mint a fele borzasztó tehetséges volt. Igen. Szóval nagyon kemény. Hát igen, és akkor valószínűleg itt már a háttértörténet dönt, hogy kit lehet jól felépíteni. Pontosan, és nem az, ez egy tévéműsor, így van. Hangja. Azt mondtátok, hogy nagyon különböző Amerika. Mm. Akkor például olyan is lehet, hogy azt mondják, hogy Linda, Viktor, figyeljetek gyerekek, ez itt a New York-i régióban nem, de Texasban óriási sztár lennél. És akkor, átpozícionálnak? És akkor azt mondják, igen, hát ez a zenei stílustól függ, meg mondani való, tehát egy csomó minden így összeáll, de hát nagyon-nagyon ritkán van az, hogy egy texasi country énekes az feltétlenül átmegy, mondjuk, mit tudom én. Igen, én is egy a Taylor Swift jutott most hirtelen eszembe, igen, aki ilyen klasszikus country énekes. Így van, tehát van egy-két olyan country popstar, ami tényleg átmegy, de nem mindegyik. Tehát attól még ugyanakkor... És nem is sokáig. És nem is sokáig, és ugyanakkor a sztárok viszont, mondjuk Texason belül, tehát hogy teljesen más. Ott van a Justin Timberlake és a Chris Stapleton. Az mennyire jó! A Chris Stapleton egy új country a Justin Timberlake fedezte fel. Azért a Tennessee Whiskey, az megvan? Igen. A dal? Na. Szóval azért Justin Timberlake mindent beletett a promóciójának, hogy ez az ember ott maradjon a top. És meg is érdemelné. És meg is érdemelné. És valószínűleg kell hozzá Justin is. Igen. Aki azt mondja, hogy gyerekek, ez nagyon jó. Hát lett is egy slágere, de aztán ennyi. Egy sláger, és az ott eltűnt. Ennyi. Az ott eltűnt. Szóval ez ennyire nehéz ez a szakma, hogy tök minden, hogy a Justin Timberlake melletted van. És azt mondom, hogy ez nem csak az éneklésre vonatkozik, hanem hogyha én kertészmérnök akarok itt lenni, az sem. Mindenre. Könnyebb, maximum a Justin Timberlake-nek a kertjét csinálom, és akkor... Igen. Én ültettem minden paradicsom palántát a hátsó kertbe. De akkor ezek szerint... Most azt mondaná, ha valaki most azt mondaná nektek, hogy én nekivágok Amerikának. Hajrá! Nem! Az egész beszélgetés, nem akarom úgy lezárni, hogy mi most ilyen nagyon... Még nem zárjuk le. Jó, bocsánat, szóval, hogy nagyon szkeptikusak vagyunk, meg túlságosan realisták. Csak mi tudjuk, hogy ez nem... Szóval ez nem olyan, mint a filmekben. Nem olyan, csak hány magyar zenekart ismerünk, akik ugye angol nyelven kezdtek el énekelni, mert azt gondolták, hogy itt ők nemzetközi karriert fognak befutni. Mm. Még a legklasszabb, nagyobb együttesek a Heaven Street 7-től a Queen Bee-ig is angol nyelvű albumra jöttek, és akkor egyszer csak húztak egy féket, és azt mondták, hogy jó, hát akkor ebből semmi nem lesz. Mm. Írjunk magyar nyelvű számokat, mert azzal legalább megtöltjük a Budapest Parkot. Hát, nem egyszerű ez a szakma. Nem egyszerű ez a szakma. Amerikában van, az a kulcs szerintem, hogy nem elég középszerűen jó lenni. Igen. Neked a legjobbnak kell lenned. De tényleg. A legjobb, a toppon. Igen. Most az, hogy, és most senkit... Ami egyébként szubjektív, ugye, zenéről van szó. Hát a zenéről tényleg egy szubjektív dolog, de amikor mondjuk összehasonlítasz 10 ugyanolyan zenei stílust egymás mellett, akkor zenekarokat, akkor azért csak is a legjobb fog ugye kiemelkedni ahol. És egyébként hozzáteszem úgy, hogy neveket nem mondok, de Magyarországon például ez nem teljes mértékben így van. Szóval itt nem mindig az a legfontosabb, hogy a legjobb legyél, hanem nagyon más. Hát nálunk is számítanak a kapcsolatok, igen, a könyöklés. Igen. Ez szerintem azért valahol mindig így van. Ennyi, egy gondolat még, hogy ugye egy időben azt mondták, hogy hát nem érdemes kimenni énekesnek, meg mit tudom én, orvosnak, de hogyha vízvezeték szerelő vagy burkoló, abból olyan hiány van, tehát a szakmunkásból, mondták ezt, akik Angliában, mint Németországban, hogy azoknak biztos a megélhetés, mert azok ott a királyok lesznek, és ott hideg burkolóként nagyobb sztár leszel, mint bárki, aki megpróbálkozik befutni a zeneiparban. Hogy ezt gondoljátok, hogy ez e fele is áll? Tehát, hogyha nekem van egy becsületes szakmám, és remek kenyereket sütök, akkor valószínűleg nagyobb az esélyem, hogy én jól meg fogok élni, és mondjuk egyszer csak azt mondom 15 év múlva, hogy 3 pékségem van, mint annak, hogy mondjuk mint énekes szeretnék. Abszolút, befutni. Tehát hogy ha valami egyedit hozol, az mindig nagyon szépen befogadják kint. Tehát hogy nem, hogy ha valami igen, különleges... Igen, belegondoltam a szakmunkás, vagy hát szakmunkás. Igen, hogy azok tényleg nagyon sokat keresnek Amerikában. Szóval igen. Az egy nagyon-nagyon jó fizethető állás, szóval amiatt tényleg érdemes kimenni. Amiatt tényleg. De ne menjetek, egy darab hideg burkoló sem maradt, amiket meghallják. Ezért tart egy éve a felújításom. Mindenki költségek vannak kint is. Igen. És tessék, minden, aki szüksége lenne. Hát Léci, maradjatok, könyörköm. 4 hónapja várok a villanyszerelőre. Mindenki kiment Amerikával. Ez az. Viszont nálunk jobbnál jobb dalok vannak. Igen. De a körtét senki nem tudja becsavarni. Hát vannak ilyen helyzetek. Tényleg, akkor azt mondjátok, hogy ha valaki neki szeretne vágni, az vágjon neki, de tudja azt, hogy hihetetlen mennyiségű erőre lesz szüksége, hihetetlen mennyiségű kitartásra,
évek lesz, amire bármiben, szerintem akár pék, kivéve, akár énekesnő. Óriási szerencséje van. Hát ha valami óriás mákja van. De ez ritka. Bár azt gondolom, hogy ezek nagyon nehéz kérdések, mert ott volt a Deák Kristóf, aki Oscart nyert ki, ugye a kisfilmjével. És neki is hívták a stúdiók, és hasonlók, és egyszer beszélgettünk, és ő is azt mondta, hogy egyszerűen, mert ott kellett volna maradni, mert nem tudott volna hazajönni, mert hasonlók. Tehát, hogyha még kapsz is egy nagyon nagy lehetőséget, akkor is nagyon nehéz még ezt megragadni, és ott maradni. Így van. Igen. Ott sincs kolbászból a kerítés, ahogy szokták mondani. Ott nincs is kerítés. Csak jó kolbász nincs. Tessék! Szerintem a burkolók maradjanak, és kolbásszal árasztuk el az amerikai piacot, száraz, csípős és egyebek. Azt hiszem, akkor ezzel meg is adtuk itt az év elején az ezévi célokat. Nagyon köszönöm szépen, hogy voltatok, és köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Köszönjük szépen. Mi köszönjük a lehetőséget. Egy utolsó pozitív gondolat, mert nem akarom negatívan zárni. A lényeg az, hogyha elég kellőképpen motivált az ember, akkor bárhol a világon meg tudja oldani az életét. Igen, de akkor már minek kell indulni, mert ha kellőképpen motivált vagy, szerintem Magyarországon is csodálatos. Ezt mondom, így van. Hogy bárhol lehet. Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szívesen. A kedves nézőinknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Természetesen a jövő hét kedden újra jelentkezünk majd egy izgalmas témával az Ez így okéban. Ha újra szeretnék nézni adásainkat, vagy valamire nem emlékeznek, akkor természetesen ezt már holnaptól megtehetik a YouTube csatornánkon, vagy akár ma is a régebbi adásokat. Jövünk jövő hét kedden, addig is jó pihenést, jó éjszakát, sziasztok!